A világ egyik leghíresebb szekkója Leonardo da Vinci utolsó vacsora című alkotása azt a pillanatot örökíti meg, amikor nagy csütörtökön Jézus tanítványaival együtt vacsorázik, és ekkor derül ki, hogy közülük egy elárulja hamarosan. Ezen a festményen az látszik, ahogy Júdás csókjával jelzi a katonáknak, hogy ki Jézus, kit kell elfogniuk. Nagypénteken hajnalban indul el Jézus vallatása és megkínzása. A keresztény hitünk, keresztény életünknek a középpontja a húsvét. A húsvéti események, azok az a Szent Háromnapos, nagy csütörtök estétől húsvét vasárnap estig tart, ezt hívják úgy, hogy Szent Háromnap. És ennek a központja nagypéntek, amikor arra emlékezik, és igazából nem csak emlékezik a keresztény anyaszentegy, katolikus anyaszentegyházunk, hanem jelenvalóvá teszi. A liturgiájában mindig jelenvalóvá teszi az eseményeket. És milyen eseményeket? Jézusnak a szenvedését és kereszthalálát. Munkácsy Mihály trilógiájának első darabján azt a pillanatot örökítette meg, amikor Jézus Pilátus ítélőszéke előtt áll. Látszik, hogy a római helytartó nem akarta halálba küldeni Jézust, de a teremben lévő zsidópapok ezt kérték tőle. Az Ecce Homo című alkotáson látszik, ahogy Pilátus megkérdezi a jeruzsálemi zsidókat, hogy Jézust vagy Barabást engedje szabadon az ünnep alkalmából, és a tömeg Barabást kéri. Az utolsó kép pedig már azt ábrázolja, amikor a Golgota hegyén keresztre feszítették Jézust. A kereszt a számunkra a megváltásnak a művének a beteljesülése. Jézus az egész életét ezzel pecsételi meg. Mint egy hivatalossá teszi a megváltást, hogy igen, én úgy szeretlek téged, hogy meghalok érted. Nagypéntek számunkra ennek a végtelen szeretetnek a megpecsételése. Nagypéntek szomorúságát húsvét vasárnapjának örömhíre, Jézus feltámadása teszi teljessé. Krisztus győzelme a halál felett, egyben a megváltás és a kegyelem jele a keresztények számára.